Kezdődik! Van, akinek el sem kezdődött, van, akinek már véget ért, van, akinek pedig a kellős közepén jár a nyár. Üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel, sziasztok, így a nyár kellős közepén, július 11-én, csütörtökön, pontosan 9:30-kor. Azért lényeges az időpont, mert ez az a dátum, ez az az időpont, amikor elkezdenek megérkezni a nagy csapatunk tagjai, és mintegy fél óra múlva kezdetét veszi az első edzés. Nos, hát a mai napon úgy gondoltam, hogy bekukkantuk hozzájuk, egy kicsikét beszélgetek velük, már akivel lehet egyáltalán ilyen időszakban beszélgetni, hogy hogy telt a nyár, hogyan készülnek az idei szezonra, és ugye egyáltalán hogy vannak a srácok. Csak így spontán. Szevasz Csabi, milyen volt a nyár, eltelt? Gyorsan eltelt, de nem is baj. Nem is baj. Fél óra múlva kezdődik az első edzés. Milyen a hangulat most az öltözőben, mert onnan érkezel? Jó. Az újak már megérkeztek, legalábbis akik most már itt tudnak lenni, mert ugye Papp Bence még a junior válogatottnál van, meg a Ubi is. Úgyhogy a többiek meg szépen foglalják el a helyüket. Jó, meglátjuk, hogy milyen lesz az első edzés. Köszi. Szavazd, Dani, hogy telt a nyár? Nagyon gyorsan eltelt, de hát még van belőle. Láttuk a Facebookon a strandkézis dolgokat, az milyen volt? Igen. Menetelünk a lányokkal, még van 3 forduló, úgyhogy még a nagyja hátra van. Készülsz már a fiúkkal az első edzésre? Igen, hogy 20 perc múlva kezdünk a fiúkkal, a fiatalabbakkal pedig majd július végén. Jó, köszi! Köszi! Ahogyan az Dani mondta az előbb, a fiatalokkal még csak később kezdődik az edzés, de az NB1-es kerettel edző fiatal játékosok már megérkeztek, ahogy azt kell elsőként. Szavasztok, srácok, hogy vagytok, szia, hogy telt a nyár. Nagyon helyesen csináljátok a dolgot, elsőként kell ide érkezni az edzésre. Hogy telt a nyár? Nagyon jól. Hát gyorsan. Igaz, rövid volt, de jó volt. Fesztivál buli? Nem voltak ilyen. De nem volt ilyen, senkinek nem volt ilyen, sem fesztivál, sem buli. Neked sem volt. Ne, otthon pihentél így két van, hónapot. Családta. Másfél hónapot, na durván. Szóval napot, szevasz Martin. Nem tudok kezet fogni, mert foglalt a kezem. Hogy telt a nyár, mi újság? Fú, nagyon tartalmas volt. Tegnap végeztem a nyári gyakorlattal, most meg már edzés is, úgyhogy... És végig edzetted a nyarat napi kétszer, ugye? Persze, semmi buli, semmi fesztivál, semmi. Csak az semmi. Edzés, minden komoly. Köszi. Érkeznek az első fecskék. Szevasz Sipi. Szevasz, milyen volt a nyár? Teljesen jó volt, csak rövid. Rövid? Azért sikerült tartalmasan. Hát igen. Minden nap kétszer edzés, reggel, este, délután. Barni! Cső, mi újság, hogy tehet a nyár? Túl gyorsan. És nagyon röviden. Merre jártál? Hol volt pihenés? Bulgáriában voltam testvéremmel, aztán inkább otthon a barátokkal. De akkor felkészültél mindennel a idei szezonra. Teljes mérték. Friss diplomásunk is megérkezett. Szevasz Totó, mi újság? Köszönöm szépen, meg vagyok. Meg vagy, rendben vagy? Nem volt túl hosszú a nyárom, de jó vagyok, igen. Regeneráció sikerült? Rendben jött, igen, sokat foglalkoztam a combommal, úgyhogy úgy néz ki, hogy rendben vagyok. Gratulálunk a diplomáthoz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most akár egy tippelős játék is következhetne, ha nem tudnánk, hogy kinek az alkarján van ez a farkas. Szevasz Várk, üdvözöllek ismételten gyöngyösen. Milyen volt, hazajöttél egy kicsit, vagy visszajöttél, milyen volt a visszatérés, az első pillanatok az öltözőben, ez a szag, amit itt megszoktál? Jó volt mindenféleképpen, szerettem ezt az öltözőt, az öltözői hangulatot, úgyhogy várom már, hogy elkezdjük a munkát.
Amikor meghoztad a döntést, hogy visszatérsz Gyöngyösre, megkönnyebbültél, vagy kihívásnak érezted a dolgot? Kicsit-kicsit mind a kettő. Megkönnyebbültem, hogy egy nehéz helyzetből tudtam most váltani, és várom tényleg egy új kihívás, régi új, de várom nagyon. Mindenki várja, hogy visszatérj. Köszi szépen, hello! Szevasztok, hello, Szevaszágon, mi újság? Minden rendben, várjuk a kezdést. Hogy telt a nyár? Nagyon jól, pihentetően. Gyorsan és röviden, ugye? Nagyon gyorsan. Pihenésre jutott azért idő? Jutott, persze. Család, barátok? Mindenki. Vagy ebben a sorrendben? Igen. Lassan mindenki megérkezik. Mindenki. Szevasz Milán, hello. Mi újság, sikerült elfoglalni a lakást? Persze. Rendben vagy? Tegnapinak minden rendben volt, visszaérkeztem. Hogy telt a nyár? Abszolút jó. Barátok, családok, kipihenve. Szuper. Újra így egyesen. Így van. Köszi. Tehát a munka elkezdődött, a szezon, a fiúk dolgoznak. És hogy mi lesz az eredménye, hát szerintem mindenki optimistán tekint a dolgok elé, és természetesen nagyon várjuk az első mérkőzést. Maradjatok velünk ebben a szezonban, és természetesen jelentkezek majd mindenféle érdekességgel a fiúkkal kapcsolatban. Szevasztok, hajrá, Gyöngyös!